Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, és elérkeztünk egy újabb kérdezfelelek videóhoz. Több mint 300 kérdés érkezett a kirakott YouTube közösségi poszt alá, ezek közül kiemelnék néhány példát, hogy azokat miért nem tettem bele ebbe a videóba. Voltak olyanok, hogy mi a véleményem erről meg arról az okostelefonról, és az esetek nagy részében az adott készülékről már készült teszt, ami tartalmazza a véleményemet is, úgyhogy érdemes ezeket megnézni. A másik típus, hogy X vagy Y telefont érdemes-e megvenni, a jövőben lehet, hogy lesz egy külön videó, amiben csak az ilyen jellegű kérdéseket válaszolom meg. Addig is ajánlom figyelmetekbe a gsmarena.com weboldalt, ahova beírjátok a két vagy három mobil típusát, ami között vaciláltok, kiadja a teljes specifikációs listát, meg tudod nézni, hogy melyiknek jobb a kijelzője, melyik a gyorsabb és milyen kamerák vannak benne, valamint milyen az akkumulátor. Itt össze tudjátok hasonlítani a két telefont. Most, hogy ezt elmondtam, ugorjunk neki a kérdéseknek. Először ezúttal a top kommentek közül választottam, az első kérdés pedig Benedek Tomkától érkezett. A sok tesztelt termékkel mi lesz a teszt után? Elrakod vagy gyűjtöd őket? Azt hiszem, ezt már egy korábbi videóban megválaszoltam, de elmondom most is. A legtöbb telefon a tesztelés után megy vissza a feladónak, ezeket csak 1-2 hétre kapom általában, viszont van néhány mobil, főleg a Huawei-nél és a Honor-nál, amelyeket a bemutató után megtarthatok és használhatok, hogyha szükséges lesz a teszt után bármilyen más videóhoz. A következő kérdés Erik és Marcitól jött, az baj, ha a telefont estére töltőn hagyom, vagy lesz valami baj az akkumulátornak? Most ezzel kapcsolatban egyébként van egy külön videóm, hogy hogyan érdemes tölteni a mai mobilokat, ha gondolod, nézd meg. Ami a legfontosabb, hogy vásárlás után nem kell több órán át tölteni a készüléket, illetve ne hagyd mindig lemerülni, ez hosszú távon csökkentheti az akku élettartamát. A legtöbb okostelefon tudja kezelni az éjszakai töltést szerintem, szóval én úgy gondolom, hogy ebből nem lesz probléma. DJ Lakatzár kérdezte, hogy gondolkozok-e új emberem, aki videókat fog csinálni mellettem a csatornára. Most gondolkoztam, viszont ahhoz, hogy legyen mellettem valaki, már ezen a területen tapasztalattal kell rendelkeznie, és specifikusan a mobilok területén, egy ilyen embert viszont nagyon-nagyon nehéz találni, valamint még úgy vagyok vele, hogy egyedül is tudom vinni a csatornát, ahogy láthatjátok, nem hanyagolom el, mindig van új tartalom. Milyen telefont szeretnél vásárolni a közeljövőben, kérdezte Gergő Haga. Most ahogy mondtam, Huawei és Honor telefonokat nem kell megvennem, viszont amit tutira meg fogok venni, az a OnePlus 7 Pro, a 6T-met is nagyon imádom, de nagyon-nagyon várom az új mobilt. Barney B. YouTube kérdezte, hogy hallottam-e a Fuchsia OS-ről, mivel lesz másabb, mint az Android. Hallani hallottam a rendszerről, illetve hogy a Google fejleszti. Az alapvető különbség a Fuchsia OS és az Android között már amennyire utánolvastam, hogy előbbi nem Linux kernelt használ, hanem egy Zikron névre hallgató mikrokernelt. Hogy mivel lesz jobb az Androidnál, az egyelőre jó kérdés, az sem biztos, hogy le fogja valaha is váltani az Androidot, de fejlesztik. Ami biztos, hogy ez is egy nyílt forráskódú és több platformon is használható rendszer lesz. A következő kérdések Gál Somától jöttek. Milyen vezetni a csatornát így, hogy nincsen Zsolt? Eddig ugyan megosztottuk a munkát, most kb. Minden rám hárult, a kapcsolattartástól kezdve a sajtóeseményekre járáson át, a cikkírásig és a videókészítéséig, ezekből igyekszem leadni, például új cikkírókat veszek fel, és a jövőben szeretnék csak a videókra koncentrálni. Egyelőre még úgy gondolom, hogy boldogulok. A OnePlus 7-re így is úgy is váltani fogok, nagyon várom már a megjelenését, szerintem nagyon ígéretes mobil lesz. Hány külföldi országban jártam már? Most voltam már Romániában, Ausztriában, Lengyelországban, Csehországban, Spanyolországban, Németországban, Franciaországban, Amerikában, azon belül is Las Vegasban is környékén, valamint Tajvanon, azon belül is Taipeiben a Computex kiállításon. A legjobban eddig Amerika tetszett, ez mindig is rajta volt a bakancslistámon, nagyon vágytam oda elmenni, és a tavalyi CES-sel, vagyis hát az idei CES-sel ez valóra vált, és hatalmas élmény volt. Márton Kese kérdezi, hogy milyen végzettségem van, milyen munkakör szükséges ahhoz, hogy küldjenek tesztutcokat. Most alapvetően manapság bárkiből lehet netcelebb, influencer, akár bármilyen végzettség nélkül, hogyha valamit csinálsz, akkor oda nem mindig a papír a fontos, csak egyszerűen értened kell hozzá. Én mérnök informatikus szakon diplomáztam, a mobilokról csak appfejlesztés szinten volt szó, de hát mégis mobilokat tesztelek leginkább a csatornán. Máté Létrai kérdezi, hogy jártam-e már Győrben? Nos, a barátnőm Győrben született, úgyhogy igen, voltam már párszor. Rengeteg kérdés jött azzal kapcsolatban, hogy lesz-e XY telefonról teszt, legalább 10 ilyen jellegű kérdés volt, úgyhogy összefoglalom, hogy az elkövetkezendő 1-2 hónapban milyen tesztekre lehetőlem számítani. Először is Xiaomi Redmi Note 7, Xiaomi Mi 9, Galaxy A80, OnePlus 7 és 7 Pro, valamint Xperia 10 és 10 Plus.
Ezekre biztosra tudom mondani, hogy lesznek, időpontot konkretizálni sajnos nem tudok, leginkább attól függ, hogy mikor lesz elérhető tesztpéldány. Többen kérdeztétek, hogy mit lehet tudni a Mate 30-al kapcsolatban. Most hasonlóan a Mate 20-hoz valamikor majd ősszel, szeptember-október környékén fogják bemutatni. Az eddigi tapasztalatok alapján új processzort fog kapni, valószínűleg tovább javítanak a kamerás képességeken, és esetleg még nagyobb akut tesznek majd bele. Ezek egyelőre csak pletykák, ami biztos az az új processzor, egyelőre ennyit tudni. Varró Levente érdeklődött, hogy milyen felszereléssel dolgozom. Most a kamerám egy Panasonic GH5, egy Metabose adapterrel és egy Sigma 1835 f1.8 Art lencsével, a mikrofon egy Rode VideoMic Pro és van egy Sennheiser Clipmic digitál mikroportom is, a videókat pedig egy 2016-os 13 hüvelykes touchbaros MacBook Pro-n vágom, Final Cut Pro-val. Nagyjából ennyi, bár kamerában pont most gondolkodom, hogy átváltok Sonyra. Norbert Varga kérdezte, hogy mit szoktam magammal vinni, ami nélkül nem indulni kell. Ha elutazom külföldre, az általában valamilyen bemutató vagy kiállítás miatt van, a laptopom is, a kamerám természetesen nem marad otthon, ezen kívül mindig viszek magammal egy másodlagos telefont, egy fejhallgatót és a powerbank sem maradhat ki, főleg egy hosszabb útnál, egyszerűen nem kockáztathatom meg, hogy lemerüljön a telefonom, bár szerintem ezzel mindenki így van. Evelyn kérdése, hogy mit gondolok Kecskemétről, milyen sulikba jártam. Aki esetleg nem tudná, én Kecskeméten születtem és itt is élek, mióta itt van a Mercedes gyár, egyébként sokkal nagyobb lett a forgalom, láthatóan, ami elég durván be tud dugulni, főleg a munkaidő végére, bár szerintem ez minden nagyobb városban így van. Egyébként pedig egy nyugis város, nagy közösségi élet nincsen, bár most épült az új egyetemi kampusz, remélem, hogy ez valamiért javít a helyzeten. Alapvetően szeretem a várost, középsuliba a Kadel közgazdasági szakközépbe jártam, a fősuli pedig a GAMF volt, mérnök infószakon. Zsombor kérdezi, hogy mit csináljunk, ha a telefonunk a víz miatt nem tölt. Én ilyenkor legtöbb esetben a csatlakozóval lefelé a tenyeremhez szoktam ütni a telefont, hogy így kijöjjön a benne lévő folyadék, de bele is állíthatod egy tál rizsbe, igazából ezeket tudom javasolni. Zsigmond Fehér kérdezte, hogy honnan érdemes telefont venni. Ez egy elég tág kérdés, viszont nagy vonalakban én mindenképpen hivatalos viszonteladó partnernél vásárolnék, mint a Digital Media Markt First Phone, ugyanis ezeknél van gyártói garancia, a szürke importos külföldről behozott termékek ugyan olcsóbbak, de ezekre csak forgalmazói garancia van, ami sok esetben nem takar olyan minőségi szervízt, mint a gyártói esetében. Főleg, hogyha egy vízálló telefonról beszélünk, a gyártói szerviz garantálhatja, hogy javítás után vízálló marad, egy forgalmazó által megbízott szerviznél szerintem ez már nem olyan biztos. Addix 2.0 kérdezi, hogy egy 144 Hz-es Full HD monitor mellé elég-e a 2060. Én egy 1060-t használok egy 144 Hz-es 1440p-s monitorral, és a legtöbb játék gond nélkül is korrekt FPS-sel fut, szerintem a te összeállításoddal sem lesz probléma. Béla kérdése a hajlítható kijelzős mobilokkal kapcsolatos volt, és egyébként többen is kérdeztétek, hogy mit gondolok ezekről. A hajlítható kijelzős mobil, mint koncepció, alapvetően érdekes szerintem, vagány és jó alternatíva lehet egy telefon-tablet duó helyett, de még mindig nagyon gyerekcipőben jár a technológia, sebezhetőség és strapabíróság szempontjából még nagyon sokat kell fejlődniük, nekem személy szerint a Galaxy Fold, mint koncepció jobban tetszik, a Mate X esetében a kijelző kívül van, így sokkal jobban ki van téve a külső hatásoknak. Máté V. az utolsó kérdés, próbáltál-e már telefont szerelni, például kijelzőt cserélni? Nem csak, hogy próbáltam, de csináltam is. Egy időben Kecskeméten is környéke leginkább ismerősi körben, és iPhone-oknál cseréltem kijelzőket, alkatrészeket, de volt, hogy néhány Samsungot és Huawei-t is javítottam. Nos, ennyi jutott mára is erre a videóra, köszönöm, hogy velem tartottatok, szerintem havonta vagy másfél havonta lesz mindig egy ilyen kérdezfelelek videó, én is szeretem csinálni ezeket és úgy látom, hogy nektek is tetszenek. Köszönöm a sok kérdést, hogyha tetszett ez a videó is nyomatok egy lájkot, és akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!